Hogyha te is szeretnél kedvezményesen filmes, illetve sorozatos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xon.hu-ra, és használd a gigcity kuponkódot, illetve a kiváló laptopot és egyéb elektronikai eszközöket szeretnél, akkor a GigCity 5000 kuponkóddal 5000 forint kedvezményhez juthatsz a laptopoazis.hu. Linkek a leírásban. A 2019-es Joker Todd Phillips rendezésében egy teljesen új szempontból közelítette meg ezt az ikonikus karaktert, akit Joaquin Phoenix formált meg. A színész Oscar díjat kapott alakításáért, és emellett még egy oscar húzott be a film. A siker után nyilván bejelentették a folytatást, amiről kiderült, hogy musical lesz alapos, szeretem a műfajt, de ugye a Jokernek mik volt erre a drasztikus változtatásra, azt az égvilágon senki sem tudja, ebben biztos vagyok, és bizony meg is látszik a filmen, mert a kétszemélyes téboly, az tényleg egy nagy téboly. A kagyfaszos történetről azt lehet elmondani, hogy az Árkám elmegyógyintézet legőrültebb lakója, Arthur Fleck kiszabadult a rács mögül, és nincs egyedül. Vele tart egy nő, aki maga sem a kiegyensúlyozottság szobra. Gotham City sötét, mocskos utcán újra elszabadult a káosz és az erőszak. Pedig ők csak azt akarták, amit a város összes úgymond normális lakója, szerelmet, megértést és lángokat. De az ő útjuk nem egy normális út. És hát maga a film sem nevezhető normálisnak, sőt, inkább nevezük abnormálisnak. Nem, hogy a musical nem működik, hanem szinte semmi leszámítva egy-két dolgot. Szóval először kezdjük inkább a pozitívumokkal, mert hiába szar ez a film, mégis van pár jó pontja, úgyhogy innentől kezdve spoilerek is el fognak hangzani, szóval, hogyha nem láttátok a filmet, akkor nézzétek meg, és utána térjetek vissza a videóhoz. És most ugrunk kicsit előre a filmben arra a pontra, amikor Arthur Jokernek beöltözve, immáron ügyvéd nélkül egymaga folytatja a bírósági tárgyalásokat. Ez a pont mindenképp kiemelkedik a förtelmes összképből, hiszen láthattunk egy igazi Jokert, és Phoenix alakítás is hasonlít valamire, amit úgy hívnak, hogy színészkedés. Emellett számomra Lady Gaga Harley Quinn-je is működőképes volt, és ha több időt szántak volna neki, na meg nem egy szarfilmbe teszik bele, akkor emlékezetes is lehetett volna ebbe a szerepben, de így egyáltalán nem, viszont kicsit még így is ki tudott emelkedni ebből a rohadt magas szarkopaszból. Na és akkor nézzük is meg, hogy miért is lett szar a Joker kétszemélyes téboly, mert rengeteg dolgot fel lehet sorolni. Először is a musical egyáltalán nem áll jól a filmnek, és abszurd helyzetek kellős közepén kezdenek el énekelni és táncolni a szereplők, ami borzasztó mód ki tudja zökkenteni az embert a mozi nézése közben, és tényleg én csak néztem, hogy mégis mi történik, mi a jó Istent nézek én. Továbbá a forgatókönyv és a történet. Kérdezem én, drága Todd Phillips rendező barátomat, aki egy piszok jó első részt megalkotott, azután ezt, hogy a sikerült összehozni. Ezer milliós ebből vérzik, és nem sok kellett, hogy a szemem is vérezen ettől a förtelemtől. Nevetségesek a párbeszédek, iszonyat kellemetlenek a színészkedések. Phoenix az előbb említett jelenetet leszámítva nem csinál semmit. Ja, de mégis-mégis csinált valamit, folyton cigizett és röhögött, meg az előző részben felhasznált jeleneteket újraalkotta. Na ez aztán tényleg óriási kreativitás. És hogy majd divatos szóval éljek, rém cringe a színészt, pedig tudjuk jól, hogy nem egyszer bizonyított, és szerintem iszonyatosan jól áll neki Joker szerepe, de ebben a filmben inkább ne is beszéljünk róla. És visszatérva a történetre, én tökre úgy érzem, hogy ennek a filmnek egyáltalán nem is volt. Nem haladt sem erre, hanem két órán keresztül szenvedtünk a bíróságon meg az árkában. Jó, jó és most rácok, jön a, jön a kedvenc jelenetem az egész filmből, amit nem szabad kihagyni. Hiszen a filmtörténelm egyik legkellemetlenebb szex jelenetét láthatók, te atya úristen! Hát ez borzasztó volt nézni, hogy milyen robotikus mozdulatokat tolja neki Phoenix, de jó, inkább ne is menjünk bele részletesebben, mert Arthur úgyis belement még jobban. És akkor ejtsünk szót a legváratlanabb fordulatról, amikor Artúrt leszúrták. Őszintén annyira nem lehetett senkivel sem azonosulni, sőt még a címszereplővel sem, pedig ugye már megismertük egy előző filmben is, ott szerintem nagyon lehetett vele azonosulni, és meg is kedvelhetők egyébként szerintem simán tökre kedvelhető karakter volt, még úgy is annak ellenére, amiket elkövetett, de itt ebben a filmben annyira hidegen hagyott ez a karakter, hogy a csavar is az is tökre hidegen hagyott, és nem tudott annyira megmozgatni, és ugye látszólag meghalt Arthur, de hát ki tudja, mit terveznek a háttérben, mondjuk ha ennyi szúrás túlél, akkor hát akkor nem tudom, mit csinálok, akkor még jobban nevetségesé fog válni ez az egész, és az is benne van szerintem a pakliban, hogy a rendezők féltek ettől az alkotástól, mivel musical, már amikor bejelentették, hogy musical, akkor se fogadták olyan jól a nézők, a rajongók, hogy... Ennek ez lesz a műfaja, szóval lehet, hogy direkt adtak a filmnek ilyen végkifejletet, hogyha esetleg csúfos bukás lenne a Joker 2, akkor ne kelljen folytatni, mert ugye Arthur meghalt a végén, és hát bizony, megnézhetitek a számokat, a kritikai, nézői reakciókat, ez a film egy óriási nagy bukás lett. És én alapból azt sem értettem, hogy miért kellett folytatni a filmet, hiszen egy önálló projektként is megállt a helyét az első rész, persze, amikor bejelentették, hogy lesz folytatás, akkor vártam, meg oké, okay, nyilván sikeres volt, akkor a lezárás is úgy történt, hogy lehessen folytatni, el lehessen, vinni másik irányba is a, a történetet, de ebből sokkal többet is ki lehetett volna hozni, még jobban bemutatni akár. Gátámnak az alvilágát, nyilván most ugye megy a pingvin sorozat, lehet nem akarták így össze keverni a kettőt, de ez teljesen másik világba játszódik, mint a pingvin, vagy akár az Arkham elmegyógyintézetben be lehetett volna mutatni elmebeteg karaktereket, szóval tényleg bármit be lehetett volna mutatni, bármi érdekesebbet, nem ilyen táncikoló baromságokat, mert ennek a végeredménye vetekszik a Madame Webbel az év legrosszabb filme címért, és most nem viccelek, tényleg vetekszik ezért a címért. Úgyhogy összességében ezt lehet elmondani a Joker két téborról. Mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a film, és addig is lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, osszátok meg a videót, lehetek csatornatagok, használjátok a kuponkódokat, legközelebb találkozunk, szevasztok!